vallási énekek visszhangoznak Montenegró sötét hegyei között. A kis nyugat-balkáni országban megint növekvőben a feszültség. A szerb ortodox egyház utcára vitte a hívőket. Hetente kétszer hatalmas tömeg gyűlik össze Bielopoljéban. Montenegróban a hívek lejönnek a völgybe, és tüntető tömeggé összeállva az új egyházi törvény ellen tiltakoznak. De pontosan mi a céljuk? Járjunk utána. Nem adjuk oda szent helyeinket, kiáltozzák a tüntetők. A kormány szerint 100 éve a montenegrói királyság érájában a vallási helyszínek az állam tulajdonában voltak. Az új törvény értelmében azok a vallási csoportok, amelyek nem tudják bizonyítani tulajdonjogukat, jó eséllyel oda kell adják ezeket a helyeket az államnak. De másról is szó van itt, a szerb identitás kérdéséről. A szerbek sokat tudnak a szenvedésről, de ilyen szégyent és árulást, mint amilyet most élünk át az új törvény miatt, még soha nem éreztünk. Esküszöm magának, hogy az én sírom szerb sír lesz. Az országban küszöbön a választások, a vallásba politika keveredik, a radikális csoportok pedig leltárt készítenek. Radovan hardcore futballszurkoló, a belgrádi Crvena Zvezda drukkere. A szekrényén szerb zászló lóg, szobája pedig a szerb klub színeiben pompázik. Radovan tagja a szerb-montenegrói unionizmusért harcoló pártnak is. Aktív vagyok a közösségi médiában. Beszélgetek az ügyről a barátaimmal, az ismerőseimmel. Felhívom őket telefonon, hogy jöjjenek el a következő megmozdulásainkra. A rendőrség rajta tartja a szemét Radovanon és radikalizálódott baráti körén. A vallási célú tüntetés átfordul a szerb identitásról szóló politikai megmozdulásba. Kosszovó! Áldottnak érzem magam, tele hittel. El sem tudom mondani, mi van bennem. Velünk együtt kell masíroznod, hogy értsd, milyen egységet érzünk. Radovan a Szent Száva Társaság helyi szervezetének alapítója. A 19. században ez a belgrádi székhelyű szervezet a szerb identitásért küzdött a térség egészében, vallási érzelmeket vegyítve a Nagy Szerbia létrehozását célzó politikai érzületbe. Mi pedig megkérdeztük a helyi lelkészt, hogy folytatódnak-e a tüntetések. Természetesen igen, folytatjuk a tiltakozást addig, amíg a törvényt nem törlik el, vagy legalábbis nem módosítják. A konfliktus mélyen a múltban gyökerezik. Szetinjébe utazunk a régi montenegrói királyság egykori központjába. Cetinje híres kolostoráért két ortodox egyház is rivalizált, ma a szerb ortodox egyház hivatalos székhelye. Igen ám, de a montenegrói ortodox egyház vissza akarja kapni az épületet. Mihajló metropolita otthonába invitál minket, sem őt, sem egyházát nem ismerik el. 1920-ban a szerb ortodox egyház beszippantotta a montenegrói szomszédokat. Sok pénzt fecskendeztek be Montenegróba kívülről, hogy segítsék a tiltakozási mozgalmat. A Szerbiában élő szerbek kapcsolatban vannak a montenegrói szerbekkel, és vissza akarják kapni Montenegrót, vele együtt az ellenőrzést a montenegrói ortodox egyház felett, ahogyan az 1920-ban már sikerült nekik. Következő állomásunk Ostrog, Montenegró egyik legszebb kolostora. A kormány világossá akarja tenni, kihez micsoda tartozik. Az új törvény lehetővé tenni a vallási közösségeknek, hogy nyilvántartásba vegyék tulajdonaikat. A kulturális örökség részét képező helyszínek az állam tulajdonát képezik, így a templomok is, bár ezeket a közösségek használhatják. A vallásszabadság van veszélyben. Egyházunk tulajdonjoga van veszélyben. Szent helyeink vannak veszélyben. Jogi státuszunkat fenyegeti ez a törvény. Nem akarjuk elveszíteni azokat a jogokat, amelyeket 800 év alatt szereztünk. Ezek a jogok eddig nem voltak veszélyben. Számunkra az új törvény 62. cikkének végrehajtása azt jelenteni, hogy egyházi ingatlanjainkat elkobozhatnák, és minden vagyonunkat az állam birtokolná.
sva crkvena imovina može da pređe u državno vlasništvo. Decemberben a szerb barát ellenzéki erők megpróbálták megzavarni az ellentmondásos törvényről szóló szavazást. A montenegrói parlamentben bekövetkezett incidensbe a biztonsági erők is beavatkoztak. 18 képviselőt letartóztattak. Az Euronews stábja felkereste az illetékes minisztert. Érzi annak veszélyét, hogy Montenegró államot destabilizálhatják a történések. Nap mint nap egyre gyakrabban és gyakrabban hallani politikai jelszavakat a tüntetéseken. Az emberek azt kiabálják, hogy Szerbia, Koszovó. A cél nyilvánvaló, Montenegró destabilizálásáról és Montenegró államiságának kétségbevonásáról van szó. Oroszország és Szerbia a függetlenségünk ellen voltak, Montenegró NATO-ba való felvétel ellen. Ezt a harcot most folytatják, meg akarják mutatni, hogy ez az állam nem létezik. Az emberek vallásos érzelmeit manipulálják. Mi a montenegrói állam nem akarjuk elvenni valakitől a templomát csak azért, hogy az másé lehessen. A királyság éveiben a vallási épületek hivatalosan az állam tulajdonában voltak, ahogyan az a telek is, amelyen az épület állt. Ugyanakkor az épület használati jogát biztosították az egyház számára. A mostani új törvény elvileg ugyanezt akarja. Ez egy hivatalos levél 1884-ből. A Píva kolostor egyik papja, az oktatási és egyházügyi minisztérium akkori illetékesétől, Mitrofán Bántól kéri azt, hogy tegye lehetővé a kolostor telkinek bérbeadását, hogy legyen pénz az épület felújítására. Ez a dokumentum jól példázza, hogyan működött akkor az egyházi ügyek állami kontrollja. Megmutatja, hogy az állam és a montenegrói ortodox egyház tiszteletben tartották egymást. De üljünk le Radovan Rakocevicsel egy sörre. A rendőrség néhány hete kihallgatta, mivel azzal gyanúsítják, hogy szerb zászlókat festett fel falakra. Ő visszautasítja a vádakat, arról viszont meg van győződve, hogy a szerb identitást veszély fenyegeti. A 2006-os montenegrói függetlenségi népszavazás után diszkrimináltak bennünket. A szokásos dolgokra gondoljon. Azért tették mindezt, mert a szerb emberek 100%-ban montenegrói Szerbia állami egységére voksoltak. Az EU párbeszéd útján vár megoldást a konfliktusra Montenegrótól és az érintett egyháztól. A helyszínen járva azonban inkább félelmet és a gyűlölet újjáéredését lehet érzékelni. Ez itt Szerbia, halál Montenegróra. A montenegrói hegyekben járva ilyen falfirkákat olvasni. Lesen Hans von der Brelie aus Montenegro für Euronews.